Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai nap folyamán meglett a My Little Pony Zephyr Heights Misery című játék PS4-re. Viszont, ami újdonság benne, hogy ez már lehet kooperatívos, vagyis lehet kétjátékos, és ennek a videónak az a lényege, hogy hogyan lehet kétjátékos, azt akarom megmutatni. Beléptek, hogy Options, itt van a Games, a City Plaza-nál lesz. A lényeg az, hogy a tutoriált meg kell csinálni az elején, ott még nem lehet kettes játékos választani, hanem a City Plaza-nál, amit meg is mutatok. Mind a két PlayStation 4 joystickben van nálam kapcsolva, hogy meg tudjam mutatni a videót. Videóban a dolgokat. Mindjárt betölt, és akkor mutatom. Na. Misty's waiting for us outside the Zephyr Heights Theater. Na, itt vagyunk benne a városban. How do we get there again? We should ask for directions. Come on. Why can't we ever have just one quiet day? Itt elmondják, amit el kell mondani. Itt van egy ilyen város. És akkor itt fogja mutatni, hogy two players, itt írja le. Azt írja, you can now plan with friend, press options with another controller to join the game. Na szóval, ide belépünk, most egyedül vagyok Sunnyval. Ha a kettes kontrollerre nyomok egy opciót, akkor itt már itt van Hitch, és akkor így lehet ketten játszani vele. Azt mondja, hogy flowers, ez nem lényeg. Hát itt mindent lehet csinálni. Na gyere, menjünk. Jó? Hey, you're wearing skates. Of course. I need to done. Na, ez nem fontos. Lehet rollerezni, de most nem rollerezünk. Na mindegy, visszamegyünk az elejére. És így lehet ketten játszani magát a játékot. Hitchnek ilyen... Mikor fut, akkor ilyen... hogy mutassam már meg? Így fejjelni tud. Sunny meg így rollerezni tud. Nos. Na hát ez volt ez a videó, hogy megmutassam, hogy hogy lehet két játékos. Még egyszer mondom, a kettes játékosnak az opció billentyűt kell megnyomnia, akkor is, hogyha dropoutolni akar, és akkor is, hogyha be akar a játékba jelentkezni. Na, én Gyuluka voltam, sziasztok!